érkeztünk ide Korondra, és látom ott Máté Károly bátyám. Jó napot! Szervusz, Karcsi bátyám! Mit csinálsz? Nem találkoztunk, egy szekély resztendeje. Egy szekély resztendeje, az milyen? Hogy mondják, Isten tartsa, azt mondja a magyar, s a székely, hogy szervusz, testvérem, nem találkoztunk ezer éve. Ezer éve. A szomszédok azt mondják 100 éve, mert ők csak 100 éve vannak itt. Ja. Ezer éve vagyunk itt, azért hát ezer, több is, mint ezer éve, figyelj, több is, mint ezer éve. Mit bütykölsz most, Karcsi bátyám? Én, hála jó Istennek, a fiam, a Karcsika, elment a nyugati Kárpátokba, és szedett 5 zsák 3-4 éves taplógombát, karimát. Olyan nagy taplógot szedett, hogy és annak olyan jó a húsa, olyan szép ilyen sapkákat, kalapokat csinálunk belőle, ilyen gyönyörűket, azokból lesznek ezek a szépek. Lesz te betyár mindenki. Amelyik annyira elnőtt, hogy elfelszállt. De ekkorákat szedett össze? Igen, merre volt? A Vigyázóhegységben vagy hol? A Retezát. Retezátban van, van a Zsilvőgyiben, van a azt a neki hallott. Hallottatok a Zsilvőgyiről? Hát persze, na, hogy ott van Petrozsény. Petrozsény, Motru, egészen a Herkules fürdőink. Én el voltam az asztalnál kirándulni Herkules fürdőre, bementünk, megnéztünk Decsebárnak a szobrát a Dunán, jöttünk vissza, és mikor fölöttünk a kégyó, körülöttünk, ott a gyógy fürdőben ott voltak a Herkules fürdőn, és látom, felnézek az oldalba, ilyen 3-400 éves bükfák. És a fia visszament oda, és a bükfákat. Öt zsáktaplót. Öt zsáktaplót. Hála jó Isten. És ő csinálja az ilyeneket, mint a vérszerzésnél. De ez világít is? Igen, igen, igen. Ah, gyönyörű. A karot bedugom, én olyan nevel fel. Meg be tudod dugni? Mi, majd megnézzük. Igen. Utána majd mutassuk meg a taplókészítést is, hogy folyik, mint folyik. Most dugjam be, vagy a... Teljesen mindegy, teljesen mindegy. Így, és akkor gyertek be az áramhoz. Ha menjünk az áramhoz. Na, hát nagyon örülök, hogy most adtam el, bejöttünk Korondra. Egy nagyváradi doktor úrnak adtam el, azt mondja, életében szépet nem látott. És egy sapkát. Hát az biztos gyönyörű. Az egy gyermek korábban szobáltál volt a szüleivel, vettek mindig egy sapkát neki. Na, hogy tetszem nektek? Fantasztikus vagyok. Ezt szabakalapnak hívják, Bajorországban csináltuk 20 évvel ezelőtt. Igen? Igen, gyertek be, lehetek szívesen. Ide szint bedugom. Bedugom, szétbontom. És akkor meglássátok, hogy milyen gyönyörű. Olyan szépen világít, hogy csodálatos. Hát én azért is szeretek ide jönni hozzád. Most nem csak az van, hogy ugye... Újdonság, Péter. Figyelj, nem csak az van, hogy most árulod a dolgaidat, meg... Aha, nézd oda, Dóri. És van medvével, szarvassal, esztergomi bazilikával. A szép. Van, de ezeket a motivumokat is a fiad? Ő a fiad? Igen, mindent ő. A szép kaját. 18 évet tanult, Kolozsvárt, Bábes Bóhéjban 6 évet végzett egyetemet. Aha. És akkor most hazajött, és azt mondta, apu, én itthon szeretem. Elvett egy székelylányt, lett egy szép kis ábelkénk. No. Kis odokánk, kis akkor Máté Ábel? Igen, úgy hívják. Máté Nekem Ábel. Meg a fiam. Máté Ábel, tóltak. Család. Nekem meg a fiamat úgy két keresztnevben van Máté Péter. Igen, Máté Péter. Ja, ez nagy énekes is. De mindig azt mondtam, az én rokonom, csak éppen a hangján nem örököltük, de a többi minden. Hát én is tudok énekelni, figyelj, csak nem úgy, mint telefonomban elnézést. És nyugodtan. Addig nézd. Ez nyírfa tapló, amint itt látjátok. Jó, ne siessen, de most ez pedig, van, hát tényleg ezek a kalapok, én azt mondom, hogy ez főleg ugye Bajorországban is ez elképesztően mehetne. Ezeket megérni, exportálni ugye Bajorországba. Hogy ezeket a kalapokat. És azokat a kisgyerek kalapisni. Amiket nem tud felhasználni a taplógomba készítésre, azok a taplógombák, amelyik felszárka sorozott, megöregedett 5-6-8-10-20 éves gombák. Azokra tesszük rá ezeket a szép kis motivókat is. Medvéket. Medvetarp, kis medvebocsal. Mm-hmm. És akkor... Meg nézzétek ezeket a szép dobozokat. Fából, és ugye taplógomba. Mire jó a taplógomba? Mondd már el nekünk. Agyósomban szedtem az ukrajnai erdőből. Nagy bánya fölött. Igen? Elmentünk, megnéztük a víg temetőt is. Mondom, a vidám temetőt. Vidám temetőt. A Szaploncába. Hát most akkor ez a koronavírus arra is jó volt, hogy ti is egy kicsit kirándultatok hát legalább. Hát hálódrága Isten, rokonokat a nagybányi rokonok, már az én szüleim, nagyszüleim, dédszüleim, mivel hogy az én nagybátyáim kimentek, és nagyapám, édesanyám felül kimentek Gál Fiános, úgy hittem, Pipás Gál Fiános, Pipás Schuster Gál Fiános. Ő is kézműves mester volt, ilyen bőrcsizmákat csinált, és a fiai kimentek az aranybányákba, és az öreg is kiment az én nagyapám, és ő hozta. De hova? USA-ba?
a felső bánya, úgy jelent. Ja, felső bánya. De ott van az a Bogosány, a Bunnak egység. Igen. És onnan szedtem ezt a gombát. Figyelj csak, és mit gondolsz te erről az egész? Mester, akkor lettem töklászmester, 2011-ben. És nagyapa is, augusztus 6-án. Mit gondolsz erről az egész koronavírus járványról? Hát ez, azt lehet mondani, hogy mi, akik kézműves emberek vagyunk, nekünk ez hasznot csinált, mert visszavonultunk, teljesen belemélyedtünk, és az őseinknek elévettük a motivumait és a dolgait, és szóval többet fejlődtünk most 3 hónap alatt, mint 30 év alatt. Igen? Igen. Na, mi a mondom? Vevők jönnek? Nem voltak, de kézterméket sokat készítettünk, és vevők. De azért látom, jövőre itt is várjuk a magyar testvéreket. Az idén ők is pihenjenek a Balatonba, fürödjenek a Velencei-tó, és csónak ásszanak, hajózzanak, és azt a harmit a Badarasi visszavárja őket. Visszavár mindenkit, jaj. Hát akkor, amint hallottátok, visszavár benneteket Erdély, és hogyha jönnétek vissza, akkor osszátok meg majd ti is ezt a filmet, hogy másnak is kedvet csináljatok, hogy ilyen emberekkel lehet itt találkozni Erdélyben. Jelentettük a taplófeldolgozás Korondon. Na, István, lövösszük. Tapló megmunkálás Korondon. 13 évvel ezelőtt 76 család volt, és most sajnos 13 év alatt 5 család lett. 50 évvel ezelőtt 300 volt. 13 éve 76, és most 5 család maradt. 5 család maradt. Akik még aktívan belevessük magunkat az őserdőkbe, a nagy rezervátumokba, és begyűjtsük. Ezeket magunkat. A faragványokat ki is készíti? Emlékszel a Berci komámot? Milyen Bercinek hívják? Györfi Berci. Na, szervusz Györfi Berci komám. Ő volt kint Angliában, még annak idején ott ismertem meg. És akkor ő készíti ezeket a szép kis faragványokat. Hát igen, Erdélyt mutatja be, meg tegyél egy körpanorámát is, Dóri. Ez is közelebbről is lehet, hogy azért akik elmentek Erdélyből Magyarországon, azt is meg kell nézni. Hogy nézzen, házat lehet bárhol, hazát csak itthon. Hát igen, házad lehet bárhol, hazát csak itthon. Jajjön. Teszed ki, megnézem a Jóisten, megsegít az Anyországban. Nagy szeretettel a családi barátságunk. Jaj, nagyon szépen köszönjük. Alá is fogjuk írni mindjárt monogrammal. Okay. Másik oldalra. Hát ezzel megajándékoz minket Máté Károly bátyám, hogy ne feledkezzünk el Erdélyről, és hát ezt ajánlom a minden kedves nézőnek, vagy minden kedves erdélyi rajongónak, aki szereti az erdélyi túrákat, meg Erdély, aki követ minket, hogy házad lehet bárhol, hazád csak itthon, és én úgy érzem, hogy amikor itthon mindig Székelyföldre jövünk, akkor itthon vagyunk, hazajövünk. És mi is, ha kimegyünk hozzátok, akkor mi is feltöltődünk ugyanúgy, mint feltöltöttök ugyanúgy. Ez kölcsönös. Ezt lerakjuk addig. És nézzük már meg, hogy itten mit csináltál pontosan, mert rengeteg törmelék van itt alatta. Húzza ki a lápát. Oké. Kihúzza a lápát. Oké. Addig akkor megfenem a kést, amíg ott állítsad. Ez olyan, hogy... Tehát ezzel fened a kést, ez olyan, mint a sarló tulajdonképpen. Igen, majdnem. És ez acélból van. Úgy örököltem több mint 70%-át a késeknek, van majd 15 késem. Érdekes, hogy minél vékonyabbak a kések, tessék megérni, mert dolgoztak 50 évet a Lőrinc család. Nekem Korondon, ugye mondtam, 50 évvel ezelőtt 300 család dolgozott, és abból maradtuk 5 család, de ez az 5 család mostan, hogy mondjam, elég aktív, hála jó Isten, mindjárt aktív, és azt jelenti, hogy aktív, hogy gyermekeik, unokáik is besegítek a begyűjtésbe, mert az idős néni bácsi már fel tudja dolgozni a taplót, de már nem elmenni az erdőbe. Nem tud úgy az erdőbe jönni, mert akkor szükség van rá. Így a gomba le van véjjelva, itt pedig itt egészben van. Itt egészben van a gomba. Ez egy 2 éves gomba, milyen kicsi, nem is hiszi az ember, de az évgyűrűk mutassák, hogy közel 2 éves ez a gomba. 2 éves a gomba. Így a gombáról leszedjük a héjat, ugye ez időigényes, de így mindig, így. A kicsi késsel vágom a legnagyobb gombákat, 5-6-10 kilós gombákat. Sokkal könnyebben dolgozok vele. Természetesen felfújítom vízbe, forró vízbe este, felfújítom, hagyom reggelig, és akkor így leszedem a héját, így, mikor így le van szedve, akkor alatta van a hús, ami látszik, hogy több növésű. Igen. Mikor így leszedtem, akkor így kipucolom, így, kipucolom a taplógombát, és akkor utána fa kalapáccsal, vagy gumikalapáccsal megverem,
végpucolom addig, hogy tiszta legyen, mert az a jó gomba, amelyikben kukac van. A gombák között is az ehető és nem ehető gombák között az a különbség, hogy a jó gomba, az ehető gomba kukacos, megrágja az ősz, a szarvas, a csiga, de a rossz gomba az éppen van. Arra vigyázni kell. Nem szabad még közel menni se hozzá, mert hát az állatok tudják ösztönösen, igen, hogy melyik gomba jó gomba. Igen. Én szerintem volna mit tanuljunk tőlük, még a gyűjtésben és tárolásban és minden szempontból az állatok azok annyit gyűjtnek be, amennyire szükségük. És komolyan ott a retyezát környékén gyűjtött rengeteg taplogomba? Igen. Aztának. Egyébként mi is így járjuk az erdét, ugye a hegyeket, völgyeket, erdőket. Az a kemény gomba látod, és nézd meg, fog meg lészni. Milyen puha. Milyen puha lett. De nagyon érdekes fog, csak meg te is, Dóri, így, hogy milyen érdekes. Hogy milyen érdekes illata van. Olyan egészséges. Olyan egészséges illata van. Nem is tudom, hogy mire lehet hasonlítani. Szárnyos betétnek használták 50 évvel ezelőtt a nők, mert vérnetszívó hatása van, és sok penicillin van benne, és ezért gyógygombának hívták. Háború idején kötszernek is használták, sokan jöttek hozzánk, és szüleim, nagyszüleim ebből éltek, hogy ilyen darab taplókat azra hazavittem. Na hát ezt nem is gondoltam, halljátok, hogy taplógombát használtak a nők úgymond betétnek, igen, meg igen. Sebkezelésre, meg minden. Nagyon durva. Növése szerint kell szétszedjem őket, ha tavaszi vagy nyári vagy őszi gomba egyben ül, azt egyben tudjuk kidolgozni, de ha külön nő, akkor külön kell. Ez például ez két növésű gomba, ez két növésben látszik itt, több növésű, egy, három, négy. Akkor megnézem, hogy így, és, akkor, és így nyúlik jó meg. Így. Ez a két utolsó növés, ez az idéni tavaszi növés. Így. Hát ez is egy olyan szakma, ez tényleg minden tiszteletem a tiét, hogy ezt műveled, ezt szeretem nagyon. Ezt szereted, tehát ez... Éjjel is, nappal is, bármikor dolgozok vele. Ez egy növés, ez én megverem. Vannak kukacok is benne, látszik a nyomai, de ugye mikor begyűjtsük 3 hétig egy faládába, fülleszünk azért, hogy érjen be a gomba, és a kukacok pusztuljanak el. És akkor tudjuk tárolni, ki van pucolva, most így a belseje. Érdekes, hogy milyen kis késsel dolgozok, igaz? Most igen. Újadat nem vágtad még el? Sokszor, de most már tudom, hogy fáj, és nem vágom. Eleinte még tudatosítottam magamot, hogy fáj, addig elvágtam sokszor. Ha bekötnéd a szemem is, egyik szemem, a másikkal úgyis annyit látnák, hogy... Na így, nincs, hogy megvan. Az kész a gomba, mindig egy gumikalapáccsal vagy valamivel, és akkor meglátod, úgy nyúlod, mint a rétes. És ezeket hogy rakod össze, hogy egy dolog legyen belőle? Ha sapkát akarok, akkor ráhúzom egy csutakra, mindjárt mutatom. Ha nyakkendőt, akkor kinyújtom így. Csak légy szíves, ez azért nehezebb ez, mert nagyon nagy idős gombák ezek, nem olyan friss növésűek, de így is érződik, hogy akkor így lehet érezni, nézzétek, igen, így. Hogy ahogy nyúlik. Aha, tök érdekes, meg így. Ezekből kell csinálni, és akkor kigyújtom, akkor ilyen lesz. Aha, ilyen szép. Azt tövetjel mindenki. Na ez már netszívó hatása van, szemüvegtörlés, számítógéptörlés, vérzéscsillapítás, sebgyógyítás, szúgyogdiasztás, a méhészek használják füstölésre, a kis darabokat, amik leesnek a földre, megszárítsák, úgyhogy akárkinek szívesen adok ilyet a halászok, hogy elmennek halászni, sok a szúgyog, ebben tudják előzni maguk körül, majd a vadászokat azért nem ajánlít, mert ennek a füstje a vadat elkergeti, érződik de a szúgyogoknál, a kígyóknál, a medvéknél, mindenhol nagyon hasznos. Elmegyek az erdőbe, éjszak ott maradok, és mikor tüzet csinálok, beleteszek egy gombát a tűz közepére, és az éjszaka se rovar, se szúnyog, se állat, vadállat, semmi nem közelít meg annyira. És nézzétek, itt ráközelítünk, lehet látni az évgyűrűket is, nézzétek. Igen, tehát milyen érdekes. És el kell mindenkinek jönni ide, hogy megfogja egyáltalán ezt az anyagot, mert ez semmivel nem lehet összehasonlítani. Semmivel. Ez természetes, ugye? És ezt is nektek adnám, hogy tudnád megmutatni nekik. Fogad szeretettel te is, és Dórikának adom, ezt, hogy tudja mindig törölni a szemüvegét, a filmezőgépet is. Fogadjátok szeretettel. Én tőlem, én mindenkit várok szeretettel Erdélybe. Nagyon szépen köszönöm. Várja.